Üdvözöllek! Ebben az oktató videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan kell letölteni és telepíteni a hordozható programok telepítésére és kezelésére alkalmas Portable Apps nevű keretprogramot. A letöltésekhez a Google Chrome böngészőjét használom és ajánlom neked is. Azért, mert bár nem Kazinczy díjas fordításokat készít a többnyire angol nyelvű oldalakról, ettől függetlenül a fordítások, ha néha ezen is, de értelmezhetők. Elnézést kérek előre is az angolul jól tudoktól, a Csongrád megyei franciás beütésű angol tájszólásomért. De remélem, ez is, mint a Google fordítója, értelmezhető lesz. Nos, ennyi bevezető után vágjunk bele. Először is nyissuk meg a Chrome böngészőt. A böngészőben válasszuk ki a Google keresőt, és a kereső mezőbe írjuk be a Portable Apps kifejezést, nálam már automatikusan fölkínálja a te keresési eredmények között a portablabs.com URL-t. Válasszuk ki. És ha mindent jól csináltunk, ezt a képet látjuk. A képernyőn válasszuk ki a zöld mezőben látható Download Free, azaz szabad fordításban, töltsd le most szabadon. Kiválasztás után a zöld mezőre a kiválasztás a zöld mezőre való kattintással történik. Ha mindent jól csináltunk, ezt a képernyőt látjuk. Ezen az oldalon a két zöld mező közül a bal oldalira kattintsunk rá, amelyiken a Download Now, azaz a töltsd le most feliratot látjuk. Ezután a következő képernyőt látjuk, képernyő bal alsó sarkában megjelenik a kiválasztott letöltés állapot jelzője. Amint a letöltés elkészült, kattintsunk rá, hogy a letöltött programot telepítsük. A program telepítése a nyelv kiválasztással kezdődik, ahol a kívánt nyelvet a legördülő menü megnyitásával választjuk ki. A program a gépünkön futó operációs rendszernek megfelelő nyelvet alapból felkínálja. Ez látható nálam is, ezért nem volt szükség a nyelv kiválasztására. Továbbiakban a Chrome-ra már nem lesz szükség, ezért lerakom a tárcára, hogy jobban látszódjon a telepítés. Nyelvi kiválasztás OK gombjára kattintva megjelenik a telepítő, melynek a tovább gombjára kattintva megjelenik a felhasználói szerződés szövege, amelyet az elfogadó gomb megnyomásával megkezdődik a tényleges telepítés. Telepítés első tendője a telepítés helyének kiválasztása. A későbbiekre gondolva javaslom, hogy ne a C meghajtóra telepítsük a programot, hanem bármelyik más létező meghajtóra, például a bemutatott D meghajtóra. Ezt azért csináljuk így, hogy az operációs rendszert tartalmazó C meghajtót tehermentesítsük. Erről egy későbbi videóban még külön foglalkozom részletesen. Természetesen, akinek a gépén csak egy meghajtó van, az a C meghajtóra is telepítheti. A telepítés helyét a tallózás gombra kattintva a felugró dialógus ablakban választhatjuk ki. Először a számítógépre kattintva kiválasztjuk a meghajtót, ami jelen esetben D, majd az új mappa létrehozásával
megadjuk a program mappájának a nevét, ami legyen Portable programok. Egy Enter billentyű leütésével és az ablak okézásával eljutottunk a telepítés űrlaphoz. Kattintsunk a telepítésre. És már is megtörténik a telepítési folyamat, ami egy kicsit lassú lesz, de kibírjuk várni. A végére egész szépen begyorsult. A telepítés befejezésekor az újabb dialógus ablakban győződjünk meg arról, hogy az alapból beállított úgynevezett rádiógomb be legyen pipálva, amivel azt érjük el, hogy a program a telepítés befejezése után automatikusan elindul. Majd kattintsunk a befejezés gombra. Következőben a telepített program a Portable Apps tárhelyén levő programok összegyűjtését végzi, és rövid idő múlva elindul, számítógépünk képernyőjén meg is mutatja a letöltött, vagy letölthető, hordozható programok listáját. Ez egy kis időt vesz igénybe, még összegyűjti a programokat, mert rengeteg program van. Elképesztő mennyiségű hordozható programot találunk a felsorolásban, az ingyenes programok kincses bányája ez a honlap. Íme. Kezdve a számítógép biztonságával foglalkozó programokkal, egy csomó vírusul írtóval, Kaspersky, McAfee, Spybot és a többi fejlesztési programok, grafikus és kép kezelő programok, többek között a GIMP Portable, hozzáférhetőség, internet, FileZilla Portable, Mozilla Firefox, Skype Portable, a Chrome is ott van valahol, de most esetünkben nem is érdekes. Elképesztő mennyiségű játék. Irodai programok. Többek között az általam is használt LibreOffice, oktató programot, segédeszközök, zenei és videóprogramok, amelyek közül nekünk most csak képfájlok kiírására is képes CD-DVD íróprogram telepítésére lesz szükség, ami az InfraRecorder Portable. A mellette lévő rádiógombra kattintva és a tovább gombra kattintva elkezdődik a programnak a telepítése. Későbbiek folyamán meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet újabb programokat ebből a tárházból letölteni, és a keret programhoz hozzáadni.
az újabb ablak, megjelenő ablakban ablakot leokézzük. És a tálcán megjelenő Portable Apps Com-nak az ikonjára kattintva már is láthatjuk, hogy a programunk az InfraRecorder Portable-ot telepítette. Ennyi. Ezzel elvégeztük munkánk első részét.